Folyamatosan dolgoznak az utak és járdák síkosság mentesítésén a szakemberek Keszthelyen. Csütörtök reggelre a város területének nagy részét hó borította. Az éjszakai ónos eső hatására több helyen jeges volt az útburkolat. A balesetek megelőzése érdekében a Magyar Közút ZRT első körben a gyorsforgalmi utakon rótta a köröket. Ezeket követően a fő- és mellékutakon is végzik a síkosságmentesítési munkákat a nap 24 órájában. A megelőző sószórási munkák mellett kalciumklorid oldatot is használnak. A gazdasági ellátószervezet munkatársai is több járművel járták Keszthely utcáit. A főutak mellett a kisebb utcákon is folyamatosan végigmentek a dolgozók. Ők is a környezetbarát kalciumklorid anyaggal dolgoznak. De nem csak az autósok számára kellett biztosítani a síkosságmentességet. A kisebb gépekkel a járdák területén is dolgoztak. A fagyos időjárás várhatóan a következő napokban is marad. Az elmúlt éjszaka folyamán hidegsarkvidéki eredetű levegő árasztotta el a Magyarország térségét, és ennek köszönhetően ugye megerősödött, viharos elfokozódott az északnyugati szél. Ez igazából a mai nap folyamán már azért lassan elkezd veszíteni erejéből, de az éjszakai órákban, illetve a holnapi nap folyamán is előfordulhatnak még továbbra is erős széllökések. Emellett pedig itt marad a fagyos levegő, és az éjszakai órákban akár erősebb fagy is előfordulhat, tehát akár ilyen mínusz 10 fok körül értékek is lehetnek, viszont holnap nap közben sem fog fagypont fölé emelkedni a hőmérséklet, inkább csak ilyen mínusz 3-4 fok körül értékeket mérhetünk majd a legmelegebb órákban is. Emellett pedig holnapi nap folyamán már jóval több napsütésben lesz részünk, és csapadéka sem kell számítani.